Akkor inkább sorban kezdeném. Huszár Linda, a GYEP, azaz a Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványának kuratóriumi elnöke. Ötvöz Zoltán úr, a második kerületi önkormányzat művelődési iroda vezetője. Kovács Robert úr, Kőbánya polgármestere. Kubányi Jolán elnökasszony, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetője, illetve Kis Beáta, a Danon Kft. Vállalati külső kapcsolatok igazgatója. Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy gyermekei... Ja, bocsánat, csak hogy kiült... ne haragudjon! Ne ülne meg, kiületném, bocsánat, ne haragudjon! Hagyulassam be még Hajnisné Anna Éva igazgató asszony, a második kerületi tankerület vezetője, és elbújt igazából, és így meghúzta magát így a vendégek között. Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy gyermekeink egészsége mindannyiunk felelőssége, hiszen hol máshol, mint elsődlegesen a családban tanulják meg az alapvető példákat, illetve azt, hogy milyen minőségű és mennyiségű élelmiszereket érdemes fogyasztaniuk, melyek azok az élelmiszerek, amik valóban energiát adnak, de nem károsak a szervezetre, melyek azok a mozgásformák, amelyeket érdemes választani, akár úgy, hogy család együtt végzi, például egy közös túrázás, vagy biciklizés, úszás, illetve akár egyesületi klubtagsági keretek között is végezheti a gyermek az olyan sportágat, amit ő választott és nagyon-nagyon szeret. Igazából a család mellett nagyon fontos szerepük a nevelési oktatási intézményeknek is, a különböző jellegű egészségprogramoknak, illetve a közétkeztetéseknek is. A Tegyünk Együtt a Gyermekekért program is egyfajta útmutatást kíván adni a kiegyensúlyozott és változatos táplálkozáshoz, a rendszeres mozgáshoz, összegségében pedig az egészséges életmódhoz, hogy a gyermekeink minél inkább egészségtudatosabbak legyenek, illetve a későbbiekben ezt az életformát választák. Nagyon köszönjük, hogy immár a harmadik alkalommal Kőbánya, illetve a kőbányai iskolák csatlakoztak a programhoz, és ezzel megkérném Kovács Robert polgármester urat, hogy tartsa meg köszöntőbeszédét, és kérem térjen ki arra, hogy az elmúlt években milyen tapasztalataik voltak önöknek is, az önkormányzat munkatársainak, illetve az általános iskolás pedagógusoknak a programmal kapcsolatban. Nagy tiszteltel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget, hogy itt is szólhatok egy kicsit a Danonról, egészséges életmódról, vagy akár Kőbányáról. Ha megengedik, akkor Kőbányával kezdem. Kőbányáról nagyon sokféle vélekedés él a köztudatban. Mindenki azt gondolja, hogy Budapestnek egy olyan peremkerülete, ahol nagyon egészségtelen körülmények között óriási vállalatok, gyáróriások mellett kell élni az embereknek. Hadoszlassam ezt a tépített. Kőbányáról elindultam ide önökhöz ma, egy fél órával ezelőtt. A legnagyobb kihívás azt jelentette, hogy parkolóhelyet találjak itt a környéken. Kőbányán ez nem okoz gondot. Kőbányán hatalmas parkok vannak, rengeteg zöld, egészen élhető Budapest egyik legjobb levegőjű kerületéről beszélhetünk. Magasan fekszik a pesti oldalon. Az igaz viszont, hogy gyárakkal, üzemekkel kell együtt élni, hatalmas vállalatok, Richter, Végis, lehetne hosszan sorolni, kik azok, akik Kőbányán működnek, dolgoznak, de most egy másikról szeretnék szólni, egy olyan vállalat, egy olyan cég, egy olyan üzemről, mint a Danon, amely egy multinacionális cég, de mi azért mégiscsak Kőbányának tekintjük, hiszen Magyarországon egyedül Kőbányán dolgoznak, működnek, a Keresztúri úton működik a Danonnak a telephelye, és azt el kell mondani, hogy a jó együttműködésben dolgozik itt ez a vállalat, a kerület polgáraival, a polgármesteri hivatalon, az önkormányzattal. Pár évvel ezelőtt, amikor 2010-ben megválasztott a polgármesternek, akkor ellátogattam a Danonba. Sok mindenről beszélgettünk, korábban is létezett már a kapcsolatunk, környezetvédelemről, különböző beruházásokról, és szóba került az is, hogy a Danon a társadalmi szerepvállalás jegyében mi mindent szeretne, tehetne még, mit szeretne az önkormányzat azért, hogy még jobb legyen az együttműködésünk. Egészen kis dolgokról álmodtunk. Bea, aki itt ül mellettem, akkor jelezte, hogy kérne egy pár nap, pár hét gondolkodási időt, kitalálnak valamit, ami egyedülálló lesz és olyan danonosan jó, ami sokat fog hozni mindannyiunk számára. Gondolkodtak és pár hét múlva keresek az ötlettel, hogy a cég profiába vágó módon működjünk együtt a gyermekek egészségesebb életmódja, gyermekek egészségesebb táplálkozása érdekében. Mindannyian tudjuk azt, gyakorló pedagógus voltam valamikor én is hosszú-hosszú évtizedekig.
Mindannyian tudjuk, hogy milyen óriási gondot jelent a gyermekeinknek az egészséges életmód a nevelése. Nem csak a táplálkozásban, ugye mindennapokban egyáltalán, az egészséges életvitel a mindennapokban bizony-bizony a gyermekeink életében nagy erőfeszítéssel alakítható. Megörültünk a programnak, megörültünk, mert ez egy nagyon komplex program. Nem csak a táplálkozással, hanem életvitellel, életmóddal foglalkozik, és ezt egészen sajátos módon, úton közelíti meg. Amellett, hogy elkészülnek az oktatóanyagok, munkafizetek, az osztályfőnöki órák programjai, emellett valami más is megjelenik. Megjelenik a gyárlátogatás például, amit a gyerekek nagyon-nagyon élveztek. Élveztek, mert kreatív módon jelent meg, tervezhették a fantasztikusok, mert fantasztikusok joghurtokat, a kolbászostól, a nem is tudom, minden volt, a pizzás, és hát amiket ők szeretnek. Nyilván a joghurtokba is ezt számolták vele. De ellátogathattak az üzembe. Ami azt gondolom, hogy megint csak egy nagyon jó, érdekes kísérlet. Manapság erre ritkán van a gyerekeknek mondja lehetősége, hogy termelőüzembe menjenek. Nekünk valamikor nem csak egy kellett látogatni, hanem munkát is kellett végezni. Így ugye a csirkegyártól a gyufagyáron át a pacsolaton keresztül sok helyen megfordult az ember, és ez jó volt azt gondolom, mert egy kicsit megláttunk a világból mást is, mint amit az iskolapadban lehet megtanulni. Na most a Danonnál a látogatás ezt biztosítja a számukra. És hát a GYEP alapítványon keresztül még megjelennek egészen fantasztikus programok, olyan projektítók, olyan filmkészítés, olyan vetélkedő, amely megmozgatja a gyerekeket, az ötödikeseket. Részese voltam olyan színházszervi rendezvénynek, ahol több mint 500 tanuló gyermek ötödikes volt együtt. Az első percben még talán egy kicsit feszengtek, túl sokáig nem. Kőbányai gyerekek, vagány gyerekek, majd egy órán át, másfél órán át a GYEP munkatársai fantasztikus hangulatban tanították a gyerekeket, úgyhogy egyébként végig játszottak, nevettek, egy interaktív napnak lehettünk a részesei. Azt is el kell mondani, hogy a végén a keresztül iskolában tavaly előtt nagyon örültek a diákok, mert a program végén, mert egy vetélkedővel zártunk, megújult az iskolának az udvara, megújult a játszótere. Ők szerepeltek a legjobban a tanulós programban, abban az esztendőben. Mi ezt szeretnénk megköszönni még egyszer ismételten, és nagyon örülünk annak, hogy a program folytatódik, nem csak Kőbányán, hanem most már bontogatja szárnyait, és egyre több helyen megjelenik. Azt gondolom, hogy nagyon fontos küldetést teljesít a Danon ezzel. Nagyon komoly érdekünk mindez. Az önkormányzatnak vannak eszközei, de azt gondolom, hogy a jelenlévő környezetünkben működő vállalatok segítségével, cégek segítségével mindezt ki tudjuk teljesíteni. Ezt még egyszer köszönöm, és bízom benne, hogy ebben a kerületben is sikerre viszik majd a programot, és a kerületi gyerekek is fogják élvezni mindazt, amit a kőbányiak már megtapasztaltak. Köszönjük szépen polgármester úrnak, és nagyon köszönjük a második kerületi önkormányzatnak, illetve a második kerületi tankerületnek is, hogy elvi támogatásukról biztosították a program megvalósításában a Danon Kft-t, és információink szerint ők kiemelten kezelik itt a kerületben az egészséges életmódot, magát az egészséget, és ennek érdekében rengeteg programot indítottak. Megkérem Ötő Zoltán urat, hogy meséljen nekünk erről, hogy miért is fontos önök, az önök számára is a gyermekek egészséges életmódja. Magyar hangjaként vagyok itt jelen, a műveletési örelet vezetem. Ugye, fő egy évvel ezelőtt a fenntartói is voltunk az iskoláknak, de a tankerületi igazgatóasszonynal együtt megszívjuk, megtekintjük azért ezt a programot. Nem csak elvi támogatásról van talán szó, már itt most konkrétan a Danon programban így veszünk részt, hogy ne csak a felszínt hallgassuk, 2010-ben úgy döntöttünk, hogy egy komplex programot elindítunk, egy életvitel stratégiát indított a második kerületi önkormányzat, amelyben a közoktatásban résztvevő gyermekeknek komplexebb felkészítését vállaltuk. Számos eleme van, tehát itt a felfonterálláshoz. Én inkább csak taxatívan felsorolom, hogy mi az, amit ebben mi végrehajtunk. A mintamemző programhoz csatlakoztunk, ez az egyik, aki ismeri, nem akarom itt most kifejteni, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és egy ilyen jól is alakul.
A tankonyha programunk két iskolában, két intézményben, minden iskolát érintően, pont ezt a korosztály 5. 6-osokat megfélhozva, minden iskolából járunk oda főzni, kicsit hasonlóan, nem a Danonban, de ők maguk készítenek a gyerekek egészséges ételeket, megtanítják őket alapanyag kiválasztásra, technikákra is, de a konyhában sürgés-forgásra is, ez a törökvész iskolában és a bundhez iskolában működik, elég nagy sikerrel, úgyhogy ez tulajdonképp mindegyik programunknak az lenne a célja, hogy minden napokban használható tanácsokat, és aztán átadható procedurális tudás legyen belőle, tehát azt értem, hogy akár otthon a gyerek a családjába is elhinti, átveszi, akkor van értelme, különben tényleg lehet, hogy csak beszélünk, szép szavak lennének ezek. A tankonyha programunk az egy kifejezetten sikeres, és hát komolyan megfinanszírozott programunk. Egészségnapokat tartunk rendszeresen, ahol egyébként a középkeztetést elnyerő legnagyobb kerületi szolgáltató rendszeresen nagyon komoly táplálkozástudományi előadásokat is tart, illetve konkrétan élelmeket, reformér élelmeket, egészséges élelmeket mutatnak a gyerekeknek, és együtt is készítik el. Ez nyilván csak egy egy-egy napos, fél évente érintve egy-egy napos program, de minden intézményben van ilyen egészségoknak. Nyilván az életvitel stratégiához hozzátartozik a táplálkozás mellett a mozgással kapcsolatos, illetve a testneveléssel kapcsolatos lépéseink, ezzel nem mondhatnám a társaságot, viszont a Genodisk nemzetközi kutatáshoz úgy kapcsolódott három iskolánk is, hogy ott tényleg a Csíkban, a Kodályban és a Klebersberg iskolában testnevelők képzése, tanárok képzésével együtt a helyes testtartással kapcsolatban egy éves program volt mindegyik intézményben és a testnevelés órákon is, azon kívül is a gyerekeknél mérhetően jobb lett a testtartás, ami nagyon fontos. A legutóbbi olyan kezdeményezésünket, amit fölkarolt az önkormányzat és a tankerületi igazgató asszony volt a házigazdája, akkor a büfékben egészséges élelmiszerhez jusson, illetve ennivalókat lehessenek a gyerekek. Három egyszerre futó programot hirdettünk meg. Kicsit ilyen bombasztikus címek sikerettek, tehát tulajdonképpen a lényeg az, hogy az iskola büfé egészséges változása következik be. Bevonva a büféseket, beszállítókat, diákokat egyaránt, és van már eredménye, és úgy néz ki, hogy értőfülekre talált a büfések is. Egy versenyt is meghirdetett az önkormányzat, illetve a Varga Mihály miniszter úr is beszállt ebbe a történetbe, és a beszállítókat is egy komoly utalommal megkecsegtette. Reméljük, hogy ez egy sikeres program lesz. Nyilván úgy működik a dolog, hogyha egy önkormányzat nálunk 86 ezer ember él, és ipar egyáltalán nincs, de tényleg így kevésbé tudunk ilyenekkel előállni. Viszont egy nagyon speciális kerület a második kerület, mert azt azért el lehet mondani, hogy a lakosság egyrészt elképesztően igényes, és néha már túl igényes, tehát a ló másik oldalára is tudunk esni, és hosszú küzdelmeket folytatunk ezekkel az igényekkel, de az tényleg abszolút elvárható, hogy a gyerekeink úgy nőjenek föl, hogy közben nem mérgezzük őket. Ebben pedig mindezek a programok jól illeszkednek, és így csatlakoznék, és ezért is volt ez a hát mondjuk így, elvi hozzájárulás, de örömmel, hogy 5 iskolánk, gyermekei, kollégái részt vesznek a továbbképzésben is, illetve a tréningen, és szeretettel látjuk őket, mert egy picit alatti hozzátesszük kis lépéssel, akkor már jó úton járunk, úgyhogy szeretettel üdvözlök mindenkit a második kerületben is ezen a programon részt veszünk. Nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy sok